Számos segítséget nyújt az Üllői Humán Szolgáltató Központ az időseknek. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiemelten fontos az egyedül élők biztonsága érdekében. Üllő városa 2009 óta támogatja azt a szolgáltatást, hogy a 65 év feletti egyedülálló időseknek egy jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítsa azt, hogy a kollégáink 20 percen belül a lakáson lesznek, sőt, mivel kulcsot kell adni a szolgáltatáshoz, ezért be tudnak jutni. Tehát amikor az idős elesik, valamilyen problémája van, rosszul van, a kollégáink be tudnak menni, és valós segítséget tudnak nyújtani. Van egy másik fajta segítési lehetőség, amiről mostanában nagyon sokat hallottak, ez a gondosóra, amit az állam ingyen biztosít a 65 év feletti egyedül élőknek. Ez a szolgáltatás arra jó, ahol a szomszédnak van kulcsa, vagy nagyon közel dolgozik a hozzátartozó. De abban az esetben, hogyha mondjuk külföldön él a legközelebbi hozzátartozó, vagy akár csak a fővárosban dolgozik, és nem tud 20 percen belül odaérni, ez az ingyenes szolgáltatás, ez nem teljes és nem jó, mivel a mentő például, ha be akar jutni, akkor föl kell törni az ajtót, amihez rendőrt kell hívni, tehát ez idő is, pénz is, ez nagy kár. Tehát mindenkinek át kell gondolnia azt, különösen így az ünnepek táján, hogy a szeretteit hogy érzi biztonságban. Ha ők nagyon gyorsan ott tudnak lenni, és be tudják engedni az orvost, a mentőt, a rendőrt tudnak hívni, akkor ez jó megoldás, de ha nem, akkor mindenképp azt javaslom, hogy az önkormányzat által biztosított és ugyan térítéses szolgáltatást vegyék igénybe, ennek a maximális havidíja 4500 forint. De ha csak egy zárt cserében gondolkodunk, ez már megtérül, és biztonságot ad az, hogy a kollégáink közül a szakképzett gondozónők mennek ki a helyszínre, és akár egy azonnali gyógyszer ellenőrzéssel, vérnyomásméréssel meg tudják előzni a bajt, vagy ha komolyabb probléma van, ügyeletes orvossal konzultálnak, és akkor ők tudnak orvost, mentőt hívni. És az idei évben körülbelül 300 riasztásunk volt, és ebből 28 volt olyan, amikor a riasztás életmentő volt, hisz rosszul volt az ellátott, be sem tudta volna engedni a segítőket, ha nincs kulcsuk. Ha valaki szeretne jelentkezni, még akkor azt hol és mikor teheti meg? Sajnos a Covid erre nagyon rányomta a bélyegét, mivel az ellátottjaink nagy része 80-90 éves, úgyhogy az eddigi 50 jelzőkészülékes idős most már lecsökkent 30-35-re, tehát jelenleg van egy 10-15 fős kapacitásunk, hogyha valaki úgy érzi, hogy ezt szeretné, akkor a Humán Szolgáltató Központnál jelentkezhet, ez a 29-320-023-as telefonszámon, és a kollégáink akkor elmondják, hogy ez mivel jár, jogosult-e rá, és be tudják kapcsolni ezt a készüléket, amiről tudni kell, hogy ugyanúgy egy nyomógombos készülék, tehát ez akár nyakba, akár csuklóra lehet elhelyezni, és most már nem csak vezetékes telefonhoz, hanem mobiltelefonhoz is tud csatlakozni, hisz ez egy központba fut be, ugyanúgy, akikkel szolgáltatási szerződésben állunk, és a központ értesíti a kollégát, és ugyanúgy tudnak kommunikálni ezzel a központtal, mert ők eldöntik, hogy akkor akár egyből mentőt hívni, a kollégák pedig már indulnak is, vagy pedig első körben elég, ha kollégáink mennek ki segíteni. Azt lehetett tudni, hogy ezek a készülékek milyen finanszírozásból kerültek ide a Humán Szolgáltató Központhoz? Eredetileg, mikor indult ez a szolgáltatás, akkor állami támogatás nagyon nagy mértékű volt ezeknél a készülékeknél, illetve magánál az ügyeleti rendszernél, mert úgy kell elképzelni, hogy egy hónapban 7 kollégánk van készenlétben, egyszerre ketten-ketten, és ők 24 órás szolgálatban. Tehát bármikor a 24 órán belül riaszthatók, nappal és éjjel is, és ezeket a készülékeket is sikerült megvenni, de azóta már cserélni kellett, és nem titok az sem, hogy a térítési díjakból, illetve az állami finanszírozásból körülbelül egy 30% az, ami befolyik, de 70%-ot azt a város teszi hozzá, éppen azért, mert fontosnak tartja ezeknek az egyedül élő nyugdíjasoknak az ilyen módon való segítését.